A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház. Jó estét kívánok, Szigeti Gábor, immár Kossuth Díjas színháztörténész, író, nekem egyetemi tanár is, bár mondja, hogy csak adjunktus volt, de engem tanított, én például nála szigorlatoztam, egyformán jól ír, beszél, és hát nem akarja nekem elhinni, hogy nem azért hívtam ide, mert Kossuth Díjat kapott, mert képzeljék, hogy egy nappal előtte hívtam ide, és másnap olvasom, hogy Kossuth Díjat kapott, de hát... Tényleg nem ezért hívtam, hanem azért, mert nagyon izgalmas könyvei is vannak, például a Gondolkodó magyarok. No, Gábor, azt én tudom rólad, hogy te színházrendező akartál lenni, azt is tudom, hogy akkor, amikor nem vettek föl, elmentél mindent csinálni. Tehát voltál a Vígbe akármit, tehát díszítőtől súgó közelében, ügyelő közelében, színpadmester is voltál a Radnótin, igen, hogy kipróbált hátulról, hogy mi van. Volt. Igen? Én érettségi után elmentem a Víg Színházba. Én voltam az egyetlen az osztályban, aki nem jelentkezett egyetemre. Egyébként 30-an voltunk, 15 orvos és mindenki diplomás az osztályból. És behivatott az osztályfőnökem, hogy hát én miért nem jelentkeztem, mondtam, hogy most megyek a Víg Színházba díszítőnek azért, hogy megtanuljam a színházat. És hát ha van jelentése ennek a magyar kifejezésnek, hogy buzgó mócsing, na én voltam a buzgó mócsing a Víg Színházba, ez valóban úgy volt, hogy díszítettem, de ha készett volt, a díszlet állt, akkor mentem butorozni, ha kész volt a but, akkor mentem kellékezni, súgtam, sőt, öltöztető is voltam, mert Rutka Éva lábára én adtam föl a papucsot egy gyors öltözésbe, fekve a földön. Tehát a világon mindent kipróbáltam, és amikor az utolsó... Na de bocs, honnan jött ez a hevület, hogy neked ez ennyire fontos? Mert látszólag tényleg egy ilyen, hát hogy mondjam, egy jól szituált, mondhatom azt, hogy úri fújó, azt azért nem mondhatom. Hát a jól szituált, a nagymamám nyugdíjából éltünk ketten, ja, úgyhogy a jól szituált az azt erősen. Azt akkor utólag vetítem beléd. Mert mondjuk tehát... könyvek között és kultúrában felnőtt gyerek voltam, és hát nagymamám, volt egy régi háború előtti rádiónk, abban valóban állandóan Salzburgon volt a rádió beállítva, mert nagymamám ott hallgatott Mozartot, úgyhogy én 10 éves koromban már Mozartot és Beethovent hallgattam éjjel-nappal. Kamaszkoromban már zeneakadémiában, és rengeteget jártam színházba. Senki nem volt, semmiféle színházi kapcsolatunk nem volt a családban, tanáremberek voltak korábban a szüleim. Imádtam színházba járni. Tehát megvannak az 50... És akkor még ezt simán egy diák kifizette, hogy akár naponta, hát, nem? Kérlek szépen, máig emlékszem, hogy ugye az operaházban a harmadik emeletre, ha sok pénzem volt, akkor 5 forintért a második sorba ültem oldalt, onnan a fél színpadot lehet látni. 3,50-ért a harmadik sor, onnan már nem lehet látni a nekem színpadot. Nekem képzeld el, hogy általános iskolás koromban az Erkel Színházban az első sorban a karmester mögé volt jegyem, és az operában viszont a harmadik emelet utolsó sorában, és így láttam a két perspektívát. Na most meg kell mondanom, hogy az Erkelben az első sorból sokkal rosszabb hallani a zenét, mint az operában a harmadik emelet utolsó sorában. De lehet sorában látni a karmestert, az és igaz. Én azt szerettem, meg az egész zenekart is szerettem nézni, és máig szeretem közelről látni a színészeket, hát énekeseket, az... mert imádom az arcmimikát. Persze. Is. Bár az én gyerekkoromban még ugye a ruhatáros nénik 3 forint ellenében látcsövet árulta. Ez pontosan így van. Azóta én vettem egyébként egy ilyen vadásztávcsövet, és elvesztettem azt a repi távcsövet, amit még a MIPA igazgatójától, és akkor beruháztam. Na, és akkor mit tapasztaltál a színházakba? Tehát, hogy megjött neked attól a kedved, hogy ott sertepert értél? Én azért mentem, mert ez izgatott, ez a világ izgatott. Ráadásul egy barátom, később remek újságíró lett, Kő András, ő előttem volt díszítő a Víg Színházba, úgyhogy már én érettségi évében, áprilisban beteget jelentettem, mondtam, hogy nekem tüdőfolyamatom van, mert én folyamatosan a Cyrano próbáit néztem délelőtt. Tehát én be voltam oltva a színházzal, engem ez izgatott, ez a színházi légkör, és amikor az utolsó vizsgán major
Tamás nem vett föl, aki később egyébként nagyon megkedvelt, akkor én azonnali hatállyal mondtam föl a Víg Színházba. Tehát aznap bementem este, és közöltem, hogy felmondtam. De a major valamit mondott neked, nem? Hogy te miért nem lennél erre alkalmas? Nem, a major nem mondott semmit. A major... A Kazimír mondta nekem azt, hogy este a színházban... Kazimír Károly, csak a fiatalok Kazimír kedvéért. Kazimír Károly, a Víg Színház akkor rendezője, Kazán volt a főrendező, azt mondta, hogy hát Gábor, magának volt igazod, de hát tudja a major elvtárs. Na most ettől én teljesen kiborultam, hogyha nekem volt igazam, de a Kazimír is úgy gondolja, hogy nekem volt igazam. De miben volt neked igazam? Abban az volt a feladat, hogy Petőfi Sándor Csokonai című versét kellett szituáció elemezni. És a majornak azt kérdezte, hogy hová lett a dugó. Mert ugye a versben eltűnik a dugó. És én mindenféléket kitaláltam, mindenféle elméletem volt, semmi nem ízlett a majornak, aztán közölte, hogy eldobta a papa dugót. Na most, én most már borakadémikus vagyok, és elég járatos a borsz. Olyan borász még a világon nem volt, aki amikor kihúzza a dugót, eldobja. Annak más története kell, hogy legyen. De nem ez a major nem mondott nekem akkor csak ennyit, hogy nincs igazam. Én évek, sok-sok év múlva döbbentem rá, hogy a major, aki politikailag egy szörnyeteg volt, és zseniális színházi ember, pontosan megérezte azt, hogy én valóban miért nem vagyok rendezőnek való egy színházban. Belőlem hiányzik az, én megsajnálom a tehetségteleneket. Na most ilyet nem szabad. Tehát én aztán... A majornak volt egy olyan elmélete, hogy nem az egy tehetségtelent kell sajnálni, hanem azt a mondjuk 600 embert, aki őt nézi. De én ezzel elvben egyetértek, csak tudod, amikor az ember bemegy a színházba, és egy darabot meg kell rendeznie, és szembe találkozik egy társulattal, és rájön, hogy mondhatsz, amit akarsz, szerencsétlen, akkor se fogja tudni megcsinálni. Sőt, attól, hogy ő nem csinálja, meg én is egyre tehetségtelenebb leszek, mert hiszen úgy érzem, hogy nem tudok valamit megvalósítani. Ezt én átéltem, mert végül is 50 éves koromban úgy döntöttem, hogy most már eleget tanítottam az egyetemen, fölmondtam az egyetemen, és elmentem főállású rendezőnek Veszprémbe. És csináltam, az első két előadásomat rögtön közvetítette a televízió. Tehát az úgy összejött. De nem. De és ott nem sajnáltad a színészt már? Tehát addig a tanítási gyakorlatodban. Figyelj, Gábor, hát én visszaemlékszem, hogy te azok közé tartottál, aki a bölcsészkaron aztán igazán unikum számba ment, aki buktattál is. Igen. Tehát te nem, tehát ott nem sajnáltad az úgymond tehetségtelen. Gábor, más dolog az, hogy bejön egy hallgató egyetemen, és felkészületlen vagy tudatlan. A tehetségtelenség az igen, azért az nem vizsgán tehetségtelenség, kevés, akkor lehet, hogy tehetséges, bejön, nem és készül. Azt kapja, hogy Csokonai drámája, és akkor kiderül, hogy nem, azt mondja, hogy Dorottya, és akkor én mondom, hogy a Dorottya az nem dráma, azt mondja, de ő látta a televízióban, akkor erről elbeszélgethetünk, hogy ő tudatlan, de ebből nem derül ki az, hogy mire egyébként, hogy mondjam, ott is volt olyan, hogy megsajnáltam valakit, átengedtem, és... 3 év múlva jön haza, akkor 7. elemista lányom, és azt mondja, hogy ez a Gyuri bácsi, ez egy hülye, mondom, miért beszélsz így a magyar tanárról? Mert a Gyuri bácsi egy hülye, kiderült, hogy én engedtem át. Szóval, de a színházban ez más. A színházban arról van szó, hogy a legtehetségtelenebb, legfélre sikerültebb, leggyengébb előadásban is rengeteg munka van. Tehát ott azt látod, hogy kínlódik, próbálkozik, igyekszik. És még egy, lehet, hogy nem, én általában, hogy mondjam, kísérletező, kíváncsi típusú ember vagy, szóval engem mindig valami újdonság izgat. Amikor megcsináltuk feleségemmel a Rutka Éva emlékszobát, akkor az első etapban én mindent csináltam. Tehát szegeltem, kalapáltam, műsort vezettem. Feleséged, aki nem tudná, Gábor Júli, Gábor Miklós és Rutka Éva lánya. Tehát amikor aztán már ment jól az emlékszoba, és már a feleségem is, könnyedén és kellemesen vezette a látogatókat, akkor elkezdtem unni, hogy akkor valami mást kell csinálni. Én ott jártam nálatok, ez olyan nagyon családias, baráti... Hát az úgy működött. Izé volt, tehát ti ott tényleg a fűt, fát, minden szegletet megmutattad, és közben beszéltetek Rutkairól, Latinovicsról. Sőt, hát olyan is volt, hogy a baráti körünk kint ült a teraszon, tejáztak, mi bent a látogatóknak magyaráztunk, néha kimentem és kérdeztem, hogy kértek egy teát, és hát nem volt ugye
elvileg 3-tól 6-ig volt nyitva a Rutka Éva emlékszoba. Hát a csúcs az volt, amikor a látogatók számunkra ismeretlen, tehát betévet látogatók éjjel egykor mentek el. Hát mert hogy beszélni, azt tudsz. Ja, hát ha kérdeznek. Ugye beszélni azt tudsz, ez így volt egyébként órákon is, hogy nagyon nagy svunggal, sőt emlékszem, hogy talán te voltál az egyetlen ember, aki azt mondtad, ha valaki mindent tud, de nem tudja jól elmondani, tehát magyarul maga elé halkan motyog, akkor az 4-es. Mert hogy tanárszakon, hát te sajnálod, amikor, kell amikor tudni. Közölték velem, hogy ők nem szeretnek előadni, megmondtam, gyerekek, hát tanárszakra jöttek, akkor nem kell tanárszakra menni. A tanárságnak, a tanítói mesterségnek ez egy lényeges eleme, hogy azt, amit tudok, át tudom adni. Hát, hogyha nem tudom átadni, egyébként kiváló levéltárosok ülnek bent, és fantasztikus dolgokat kutatnak ki, és írnak meg, és amikor el kell mondaniuk a munkájukat, akkor kiderül, hogy akkor dadognak. Másik szakma. Az egy másik szakma. A tanítani tanárnak lenni az menjen, aki vállalja azt, hogy belenéz a másik szemébe, és megpróbálja meggyőzni őt valamiről. Te ugye nekünk reformkori magyar irodalmat tanítottál, de azért erőteljesen úgy tanítottad, hogy a mának szóltál. Tehát magyarul mondhatom, azt áthallásos voltál. Elég sokat beszéltem a Mohácsi vészről, és arról, hogy 150 évet is kibírtuk megszállt országban. Úgyhogy mihez képest 20-30 év, az nem olyan sok. Mert hogy te azt már tudtad, hogy annyi lesz? Nem, ezek ilyen hogy 20-30, nem, azt annyira nem tudtam, hogy ugye én életkorom okán nagyjából annak a generációnak a legvége vagyok, aki még kamasz fejjel élt át 56-ot. Tehát nekem 56-ról az a meghatározó élményem, hogy november 4-én ágyudörgésre ébredünk, nagymamám kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy visszajöttek. Akkor főzök egy kávét. Na most ez a visszajöttek határozta meg az életemet. Hát pontosan tudtam, hogy visszajöttek. Tehát így élünk. Azt, hogy mikor mennek ki, azt nem tudtuk. Egyébként még 87-ben sem tudtuk azt, pedig már mentem lakitelekre, de nem lehetett tudni. Ilyen, ez így visszafelé most már megtörtént persze, de akkor azért az más volt. Igen, most mondod, hogy mentél lakitelekre, ugye az MDF-nek volt az a helye, hogy belemásztál te a politikába, és utólag mondtad, hogy nem biztos, hogy azt jó tetted. Tehát te az MDF-nek milyen is voltál szó, a országos elnökségének a szóvívője. De azt soha nem mondtam, hogy nem tettem. Én teljesen egyetértettem azzal, amit csináltam. Az egy másik kérdés, hogy még a feleségem is rettegett, hogy politikus akarok lenni, de én nem akartam politikus lenni. De állítólag ajánlottak neked miniszterséget. Miniszterséget is ajánlottak. Milyen miniszter lett? Kulturális miniszter. És azt akkor miért nem? Ha már ott voltál, akkor miért nem választad? Már nem voltam ott. Tehát ez úgy nézett ki, hogy én 1990. januárjában leköszöntem választmányi tagságról, országos szóvivőségről. Mert mondtam, hogy innen most már megnyerjük a választást. És már nincs rám szükség. Én, ha arról volt szó, hogy le kell menni, mert az egyik MDF szervezetben zűrzavar van, vagy valami, meg kell győzni az embereket, akkor az Antal engem küldött, hogy menj és győzd meg. Antal József. Antal József. Tehát világos volt, hogy mindig mondtam, hogy tanár vagyok és színházi ember, tehát, sőt, hát emlékszem, hogy volt olyan, hogy az MDF első országos gyűlése, ahol az egy értelmiségi találkozó volt tulajdonképpen, és mikor fölmerült az, hogy pártá kell alakulni, akkor ott nagyon sokan, hát ők pártba nem lépnek. És, mert hogy valahogy a párt azért a mi generációnk és nálam idősebbek tudatában ez úgy élt, hogy a párt. És akkor kirángattak a sorból, hogy mondjak valamit. És akkor én kiállt, és elmagyaráztam nagyon szenvedélyesen, hogy a párt az egy politikai szervezet. Nem a kommunista párt egy pártrendszerben, hanem a demokráciában. Ha választások lesznek, akkor pártot, tehát egyesületek nem jelentkezhetnek. És akkor én voltam az, aki megfordítottam az egész országos gyűlésnek a hangulatát. De ez nem politikusi képesség, ez szónoki, tanári, színházi képesség. Ezt vállalom, hogyha muszáj volt, akkor meg tudtam győzni embereket. És teljesen más, hogy mit tudom én, Antal József imádott értekezni, és akkor elkezdődött 3-kor
az elnökségi ülés, és akkor én már este 11-re eljutottunk az első napi rendi ponthoz, mert addig csak az előzmények. És akkor én fölálltam, és akkor Antal József odaszólt, hogy Gábor, hová mész? Hát mondom, nekem holnap reggel 8-kor órám van, és amúgy se értek. Tehát én például, nekem egy órás értekezlet, az már meghaladja a tűrőképességemet. Á, sokan vagyunk ezzel. Tehát nem érdekel. Engem a saját, én egy individualista alkat vagyok, a munkám érdekel, szenvedélyesen szeretek dolgozni. Sőt, meg azt is mondtad magad, hogy hisztis vagy. Hát igen, a tehetségtelenség és az idegesség, a hülyeség időnként felbosszant, és akkor mondom a magamét. Kétségtelen. Na, ez sem politikusi tulajdonság. Ezt mondtam annak, én, amikor felkértek miniszternek, először államtitkárnak, és mondtam, hogy nem, akkor mondta Horváth Balázs, hogy hát miniszter akarsz, nem mondom, nem érted, nem akarok politikus lenni, akarok visszamenni az egyetemre. Tanítani, meg az emlékszobában, akkor ott meg könyveket írni. Az más kérdés, hogy azt kérdezted, hogy miért nem lettem miniszter. Nagyon egyszerű, mert akkor erre azt mondta Horváth Balázs, hogy azért lesz itt nagy baj ebben az országban, mert az ilyen tehetséges emberek, mint te is, hátat fordítatok a politikának, és hagyjátok az ország szekerét, és mondtam, bocsánat. Ha a politizálás most, mint erkölcsi kérdést, tehát, hogy azért kell vállalni, mert ez erkölcsi feladat, akkor elvállalom. Csak most mondom, 10 órakor leteszem a miniszteri esküt, és 10:10 a Szalai utcában az 500 embernek, miniszterhelyettestől takarítónőig mindenkinek fölmondok, és 2 hét múlva egy 200 személyes, teljesen más struktúrájú minisztériumot hozok létre. Mire azt mondta Balázs, akit gyerekkorom óta ismertem, hogy azt hittem, hogy okosabb vagy. Én meg azt hittem, hogy bátrabbak vagytok. És aztán visszamentem csinálni a dolgomat. Az igaz, hogy színházigazgatást is ajánlottak neked úgy, hogy választhattál volna, igen, hogy is. Ezt is lehet, azt is lehet, amazt is lehet. Igen. 2005-ben megkérdezték, hogy melyik vidéki színházat akarok. Ki kérdezte meg? Maradjon. Ez informális dolog. De megkérdezték nagyon egyértelműen. Sőt, már a telefonban adott válaszomra, hogy akkor felmegyünk és beszéljük meg ezt személyesen, már oda hívtak X-et, Y-t, és akkor mondtam, bocsánat, én azt akarom megmondani, hogy nem. Csak nem a telefonban. Ők miért akarták, hogy legyél? Mert több színházigazgató, jelenleg is funkcionáló színházigazgató, vagy már nem, de az elmúlt 15 évben színházigazgató, először az én szobámban ült és kért tanácsot, hogy hogy kell színházat igazgatni. Én elméletben remek színházigazgató vagyok. Én rengeteg tanácsot adtam Rátóti Zolitól, Nagy Viktorig, egy csomó embernek. Az egy másik dolog, hogy csinálni nem tudom. Mert? Mert alkalmatlan vagyok arra, hogy ennyi emberrel foglalkozzam, hogy reggeltől estig valahol legyek, ahol nem én döntöm el, hogy ott akarok lenni. Mondom, hogy individualista alkat vagyok. De ez olyan dolog, hogy 1977-ben, 78-ban írtam egy könyvet Machiavellizmus címmel, amit nagyon sok politikus haszonnal forgat, akik rájöttek a könyvemből, hogy a machiavellizmusnak semmi... Hát a hatalommal foglalkozott. Machiavelli soha életében nem volt machiavellista. Az egy egész, teljes félreértés van. Tehát, hogy mondjam, elméletben én nagyon jól elmagyaráztam, hogy kell politikai hatalmat gyakorolni. Alkalmatlan lennék arra, hogy gyakoroljam. Mert ott is megszánnám esetleg a tehetségteleneket, vagy neki rohannék. Vagy dühödbe becsapkodnád az ajtót meg. Vagy ahogy a feleségem mondta, vagy diktátor lennél. Uh-huh. Mert nem bírnám elviselni, hogy hát, hogy mondjam, én nem tudom, kivárnám eddig egy tehetségtelen ember 2 óra alatt rájön arra, amit én már 2 perc alatt tudok. És lehet, hogy rosszul tudom, félre ne érts, tehát nem biztos, hogy nekem van igazam, de ha én úgy gondolom, hogy én már tudom azt, és ezt így kell csinálni, ő meg még mindig nem, akkor én nem bírom kivárni. Ezért néhányszor belementem a falba, persze. Hát az ember néha annyi hülyeséget... Te ilyenkor üvöltesz, vagy mit csinálsz, nem? Hanem rondán nézel, és gúnyoros megjegyzéseket tesz? Nem, élesen fogalmazok. Rendkívül élesen fogalmazok. Feleségem szerint hihetetlen kegyetlenül tudok fogalmazni. Akkor, amikor úgy érzem, hogy támadnak igazságtalanul, vagy hülyeségbe akarnak belerángatni, mondtam, hogy hisztérikus alkat vagyok. Túlérzékeny,
írni szeretek. Az íróasztalom mellett nagyon jól el vagyok. Írhatnál, mint tudós, szárazon is, de te nagyon nem szárazon írsz, hanem tulajdonképpen úgy, ahogy most beszélsz. Tehát, hogy abban szenvedély van, abban színek vannak. Tehát magyarul erre mondják, hogy olvastatja magát, de el tudom képzelni, hogy bizonyos tudósok, akik úgy magukat nagyon annak gondolják, azok meg ferde szemmel néztek rá, hogy micsoda, micsoda populista fickó ez. Persze, hát a Petőfi könyvem, ami ugye elvileg a kandidatúrám lett volna, ha megengedi Pándi Pál, hogy beadjam. Mert hogy miért nem engedte meg? Mert a másik kollégának, aki a pártbizottság tagja volt, annak kellett volna először beadni. De az még nem tudta addig megírni. Én meg inkább beadtam, kiadtam egy kiadónak, megjelent a könyv, és amikor 5 év múlva szólt a már a következő prof, hogy adjam be a kandidatúrámat, akkor pofátlanul és szemtelenül azt mondtam, hogy küldjék ki. Úgy nem lettem kandidátus, de egész jól leéltem az életemet. Egyébként nem vagyok tudós alkat. Az egy, hogy filológus sok, tehát hogy van türelmem, ma már nem, de hát a 80-as években az általad említett gondolkodó magyarok, az egy önkéntes gályarapság volt, ott éveken keresztül. Mert a szerkeszt, az mennyi? Az 56 könyv. 56 könyv. Az nem véletlen gondolom, teljesen véletlen. Az teljesen véletlen, az 60-ra volt tervezve, és akkor 89 jött a forgatag, a kiadón új igazgató lett, kérte, hogy valami legyen bent, amit én nem akartam, és akkor egyszer csak úgy elkészült. Ez ugye Szent Istvántól Babicsig a lényegében a nagy magyarokat és mutatja elkészült, be. Akkor elkészült még 2 kötet, csak azt már nem adta ki a kiadó. Mert miért nem? A forgatag, Szent Erzsébet legendája volt, a Kartaúzi névtelnek a Szent Erzsébet legendája, és látod, azért van, amikor az emberek egy név nem jut eszébe. Dajka Margit férjének a könyve, amit megriadtak politikailag. Aztán én 2000-ben kiadtam. De állítólag ott voltak ilyen cenzúra jellegű dolga, Csészabó László kötetnél is volt, hát, azt volt, mondják. Nem, hát az volt, hogy a Csészabóval 2-szer volt probléma. Először, amikor kitaláltam, hogy jelenjen meg egy Csészabó kötet, akkor az Erdély Kebelében már le volt gépelve, megírtam az előszót, minden. De akkor a Csészabó itthon volt Magyarországon, akkor éppen minden kiadónál előkészítették a könyvét, majd hazament, vagy visszament Londonba, és elmondta, hogy azért Magyarországon nem kolbászból van a kerítés, akkor letiltották Csészabót, nem engem, hanem a közölték a kiadóban, hogy Csészabót nem lehet kiadni. És akkor eltelt 2-3 év, és akkor mit tudom én, hogy mi, és akkor mondták, hogy lehet, de ne a Kárpát-Kebelében. És akkor mondtam, rendben van, akkor legyen a Roosevelt, ami nagyon más, mert ugye Csészabó is közgazdászként végzett, és a Rooseveltről írt akkor, amikor az egész New Deal bejött, egy új típusú gazdaságpolitikával állt elő, na erről írt egy. És ez megjelent ez a könyv. Akkor viszont a Népszabadságban E. Fehér Pár volt szíves megírni, hogy Csészabó Londonban azt ír, amit akar, de nekem, mint szerkesztőnek a jegyzetekben ezt a szovjetellenes kirohanást ki kellett volna húzni. Akkor egy évig nem fogadott a kiadó igazgatója. Én közben csináltam a köteteket, és akkor megint változott. Tehát azért ez a 80-as évek már mindenki bizonytalan. Tehát akkor egy év úgy szólt be a titkárnő nekem telefonon, hogy hát Gábor, az igazgatóértárs várja magát. Be tud jönni ma? Mondom, igen. Bement, és hogy állsz a kötetekkel? Mondom, itt van 6 kötet készen. Ja, akkor menjen nyomdába. Úgyhogy azért mondom, én közben dolgoztam, ez anyagilag néha igen nehéz helyzeteket teremtett, de így ezt mondtam, hogy azért nem lettem se miniszter, se színházigazgató, se egyetemi tanár, mert én nem szeretem a főnököket. Hagyjanak engem békén. De minisztériumban, mintha dolgoztál volna valamennyit, nem? Soha? Soha. Akkor nem, az nekem rosszul rémlik. Soha. Na, a feleséged Juli meg tanítványod volt, igen. És ha minden igaz, akkor Kölcsey hozott titeket össze. Így van. Hogy hát volt ez? Ez úgy volt, hogy ugye én másodéveseket tanítottam, téged is, bizony. Amikor a reformkori irodalom volt, tehát az akkori egyetemi rendszerben, és Kölcsey Parainézisze volt a következő szemináriumi olvasmány, és döbbenetes is volt számomra az a mérhetetlen ellenállás, ahogy az a csoport, amiből egyébként irodalomtörténész szerkesztő is jött ki, ilyen
elképesztő higgadsággal és ridegsége, hogy ez egy hülyeség, ez a paraimnézis. És próbáltam győzködni őket, és Juli az pedig szenvedélyesen imád, és ő nem nagyon volt hozzászóló típus a szemináriumon, és csak utána mondta, hogy ő nem érti, hát ez egy csodálatos dolog ez a Kölcsey. Ettől szerettél bele, vagy szeretetek egy? Ez utólag derült ki. Nem. Nem akarta, ott akarta hagyni az egyetemet, és nem írta meg a dolgozatát. Engem meg éppen kirúgtak a rádióból, amikor megbeszéltem vele, hogy megkapja a dolgozatot. Mert miért rúgtak ki? Hát mert letiltottak. De miért? Hát mert írtam ezt a színházi kritikát, és bementem a kis műsorommal, és akkor mondták, hogy ma már nincs felvétel, mert a rádió elnökség úgy döntött, hogy én most akkor ne. Minden héten volt egy rádiójegyzetem, színházi rádiójegyzetem. És akkor rájöttem, hogy még ez a lány is ott ül a múzeum kávéházban riadtan a dolgozatával, és oda mentem, és ugye eléggé ki voltam borulva, és kérdeztem, hogy elhozta a dolgozatot? Hát szegény Juli mondta, hogy nem. És úgy rájöttem, hogy úristen, ez most a saját bajom, gondom, ezért most rájöntem, nem tudtam egyébként, hogy ki a mamája, papája, hallgató. És megkérdeztem, hogy mit iszik. Nem tudtam jobbat kérdezni. Nincs dolgozat, mit iszik? És akkor mondta, hogy egy cseresznyét. De akkor én is kérek egy cseresznyét. Aztán megbeszéltük az egyetemet, aztán egyszer csak másnap, két nap múlva megoperálták, bementem a kórházba. Hát aztán ez 45 éve volt. 45 éve vagytok együtt, és ha jól tudom, két Kölcsey kép ott van a lakásban, ennek hát, emlékére. Igen, az ő szobájában is, és az én szobámban is van egy Kölcsey kép. Na, akkor most beszéljünk Gábor a szüleiről, Gábor Miklósról, meg Rutkai Éváról. Ugye Gábor Miklós most 7-én lesz, lenne 100 éves, és véletlenül egy kiállítást már meg is rendezted, ami 5-én nyílik a Madách színházban. A Madácsnak a Tolnai Szalon előterében, ami egy kamara kiállítás, tehát nem is, hogy mondjam, nem egy színháztörténészi kiállítás, hanem egy hangulat. Elsősorban a Madách színházi előadások vannak egy-egy nagy képpel jelen. A Hamletből sok minden, megvan a Hamlet jelmez és az Ofélia jelmez, azt is kiállítottuk. És hát, hogy mondjam, azt igyekeztünk mutatni, hogy Gábor Miklós például remekül rajzolt. Kiválóan, tehát nagyon tehetségesen grafikus volt. Ő egyébként diákkorában festőnek készült. Tehát vannak eredeti rajzok, sok színészről rajza, néhány családi kép, de egy hangulat tulajdonképpen. És ugye a Hamlet az valami hihetetlen legendás előadás lett. Sokan azt mondják, hogy az egész kornak a fájdalma és minden benne volt. Tehát az elveszett 56-tól kezdve. Gábor Miklós magába való csalódottsága, mert ugye ő a Nemzeti Párt titkára volt, és amikor rájött, hogy mit evett ő meg, állítólag a Nagy Imre beszédkor, ilyen villámcsapásként, akkor hát összeomlott, és hát magába is hihetetlen csalódott, és ettől kezdve ő se vállalt semmi vezetői állást, mert ugye azt mondta, hogy ő leégett. Maga előtt. Maga, már, és ráadásul már a Hamlet előtt ugye eljátszotta a Lorenzát Show-t, a Müssé darabot, ami lényegében az önmagában csalódott ember, vagy az önmaga által kitűzött feladatot végrehajtani nem tudó ember drámája. Igen, a Hamlet egyébként tényleg arról szólt, hogy elvesztettünk mindent, és mi a teendő egy olyan országban, ahol minden korrupt, minden rossz, és valaki látja, hogy mit kéne tenni, és még mindig nincs bátorsága megtenni. Ez már az én értelmezésem is persze, és én ott éltem át ezt, hogy a Hamletnél, ugye akkor ez volt egy Morozov nevű szovjet irodalomtörténész, és annak a Hamlet képe volt a kötelező az iskolában, hogy tudnék a korán jött ember, a korai reneszansz. Most ez szerintem egy marhaság. A Hamlet éppen hogy a régi világnak az embere, annak az erkölcsi tartásnak, melyik nem tudja megenni a Claudius féle, elfogadni a Claudius féle politizálást. Ez Goethének a mondata, ami tökéletesen megvilág, és ezt Miklós is aláhúzta ezt a mondatot, hogy a Hamlet arról szól, hogy lekaszálják a régit, és kisarjad az új. Hamletnek is meg kell halni ahhoz, hogy kisarjadjon az új. Csak az újról annyit tudunk, hogy Fortinbrásznak hívják.
ami nem túl jó. Jó, nem ígérkezik túl jó jövőnek, vagy akár addigra májának. Az attól függ, Gábor, színházi előadásokat, te sok Hamletet láttál, és nagyon jól tudod, hogy a Fortinbras egy kicsi szerep, de nem véletlen, hogy 1953-ban a Nemzetiben kik játszották a Fortinbrast? Hát Sinkovics Imre, meg Gábor Miklós. Tehát két nagy színészre osztották. Két komoly, fiatal, de fajsúlyos eme. A Madácsban a főiskolás Harsányi Frigyes először, de utána a Tordi Géza. A Fortinbrast. Tehát ott azért nagyon ráérzett a Vámos arra, hogy ez nem egy epizód szereplő. Vámos László, hogy ez nem egy epizód szereplő azért, mert kevés szövege van, hanem a Shakespeare-i zsenialitás. Igen, lekaszálják a régit, kisarjad az új, csak még nem tudjuk, hogy milyen. Hát bizonyos rendezésekből már tudjuk, tehát erőteljesen sejtették, hogy hát még sokkal rosszabb, mi volt. Nézzünk bele, itt van ebből a Madách Színházi előadásból egy részletünk. Ha netán valaki kedvet kap hozzá, hát akkor fönt van a neten lényegében az egész. Gábor Miklós így nyilatkozta is, például nekem is, hogy időnként belenézett, rémes, zseniális, tehát hogy nem tudta eldönteni, hogy na most milyen, hát akkor ebből a kis részletből döntsék el önök. Hol a kapád? Otthon, uram. Rá kell csukni az ajtót, hogy ne játssza a bolondot máshol, mint saját házában. Isten vele? Ó, könyörű rajta, menj, déli jóság! A férjhez légy! Ím ez álkodadó jegyverándékul. Légy már oly szűz, mint a jég, oly tiszta, mint a hó. Ne menekülhess a rágalom elől. Eredj Kolostorba, menj, Isten vele! Vagy ha akarsz, le félhez kell menned, menj bolondhoz! Okos ember úgy is tudja bizony, miféle csodát szoktatok csinálni belőle. Zárdával, menj, hamar pedig! Isten vele! Jég, hatalma, áll is, helyre ürök! Hallottam hírét, tessük is magunkat! Na bizony! Isten megáldott egy gyarttal, csináltott másikat, lebegtek, tipegtek, sejtettek, Isten szeretéseinek gúny neveket adtok, és katírságból tudatlannak mutatkoztok. Eredj! Vasévát láttuk még, Gábor Miklós későbbi feleséget, jó nagy hevülettel csinálta ezt Gábor Miklós, nem? Az, hogy időnként úgy mondta, hogy borzalmas. Emlékszem, egyszer meghallgatta a rádión a Királyasszony lovagja, az egy 56 áprilisi előadás, és mondta, hogy hát szörnyű. Amit én imádtam, akkor háromszor láttam 56 áprilisában. Csak akkor mondtam Miklósnak, hogy Miklós, Werfel meglátogatta a nagybeteg Thomas Mannt, öregedő Thomas Mannt a kórházba, és mondta, hogy hát most olvastam a Budenbrock házat, hát zseniális, mire Thomas Mann. Az egy gyenge, ifjúkori művem. Na most természetesen az ember, én is, ha néha elolvasom az 50 évvel ezelőtt írásaimat, akkor találok benne nagyon jó mondatokat, de úgy csodálkozom, hogy hát ezt miért nem mentem mélyebbre. Szóval persze, megváltoztunk, és az nagyon jó, ha az ember öregkorára nem csak meghűl, hanem hát esetleg mélyebb, meg bölcsebb. Hát ugye Gábor Miklós öregkorára már inkább írt, mint játszott, tehát ő túl volt sok csalódáson, ugye a Madách Színházat. Ő valahogy úgy fogalmazott, hogy neki talán 2-3 éve volt jó, ugye a Hamlet környéki időszak a Madácsban, és amikor elszerződött Kecskemétre, kvázi a Madácsból akkor már menekülve Ruszt Józsefhez, akiben nagyon hitt, és az ott töltött időszak. Hát mert ott egyik másik előadása, országos siker lett. Gondold meg, hogy lement ez 75-ben, lement a Don Carlost eljátszani, és a Don Carlost Pestre is felhozták, pedig akkor még nem volt divat, mert most már azért jött, és a 80-as években már hozták folyamatosan a vidéki eladásokat. Ezért, azért, amazért, de a Don Carlos az egy ilyen szenzációs előadás volt, és csinált még 3-4 nagyon jó előadást, és ráadásul ott rendezhetett is. A Madácsba is rendezett, de az nem volt egy sikeres dolog, az Egérfogó, és aztán vidéken viszont csinált néhány nagyon izgalmas előadást. Tehát neki ez, írni viszont mindig írt. Mindig írt. Hát naplója is volt. Na de gondold meg, Gábor, a Kicsi világháború című könyve, ami valamikor a 70-es években jelent meg,
az gyakorlatilag a háborús naplója. A fronton képes volt, hát főbelövés jár, ha megtalálják. És megőrizte a kis naplóját. Hát állítólag olyan dolgok voltak benne, amikért, mert ugye ő valahogy, tehát ugye fél zsidó volt, tehát igen, de neki, az, tehát egy kikeresztelkedett zsidó a papától, tehát, és akkor végül mázlia volt, hogy nem munkaszolgálatra hívták be, de közben háború előtt már egy hónappal a nemzetibe, hogy került az akadémia után, már letiltották emiatt, és aztán Madácsba se hagyták játszani, és aztán mindenféle volt, hát ő átszökött a szlovák partizánokhoz. Hát a végén, mert 44-ben ugye ment az utolsó ilyen Lengyelország felé elindított hadosztoppal, de gondold meg, hogy hosszú-hosszú évek után kerültek elő. Szakály Sándornak mondtam, történésznek, hogy frontról készült, 1944-ben készült színes fényképek. Tennék egy cikkem mellé, mondta, hát olyanok nincsenek, mondom, Sándor, hogy nincsenek, itt vannak előttem. A Miklós a fronton katonákat fényképezett, ágyút, meg nem tudom micsodát, légelhárító ágyút, és őrizgette ezeket a diákat. Tehát azért mondom, hogy művészember volt a fronton is, de mindig írt, mindig rajzolt, mindig fotózott, rengeteg volt. Amikor a 88-ban a Rütka Éváról készített albumot csináltam, akkor mondták a nyomdászok, hogy ők ilyet még nem láttak, hogy 1955-ből tökéletes színes fényképek Rütka Éváról. Persze, mert 55-ben Miklós valami filmküldöttséggel kim volt Berlinben, akkor még nem volt fal, átment Nyugat-Berlinbe, és abból a kicsi-pici pénzéből Kodak diákat vett. Kodak színes diát 55-ben. És máig megvannak a csodálatos jó felvételek. És volt egy könnyed arca, és erről is van egy bejátszásunk az Állami Áruházról, ami ugye egy ilyen sematikus operett, és hát eszméletlen színészek játszottak benne, a Latabár Kálmántól a Feleki Kamilig, és hát Gábor Miklós is. De az epizódisták, Horváth Tivadar, Turaida, pár mondatos szerepekben, Tőkés Anna, igaz, ő szegény, mint párt küldött. Na nézzünk bele ott a Dunaparti csónakházba. Ennyi szépség van a szerelembe, minden szépről te jutsz az eszembe, és a mit jelent az élet, szívem? Nyár van, a kertben zsongva bong már a szél, rólunk is beszél, szerelmet adj, hű szerelmem él. Téged látlak, ahova csak nézek, bárhol járok, közeledbe érek, meglátlak én a napsugárban, suttogsz felém látszellő szavában. Petre Zsuzsa, ugye a partner, és mondott, hogy nem Gábor Miklós hangja. Nem tudom, a fejből most nem tudom, de alászinkronizálták. Ez ugyanis azért egy képzett operett szintű hang, és ezt Miklós... Mint ahogy Petre Zsuzsa, ugye az operett színház tagja is volt. És... Nem nagyon kedvelte egyébként ezt a szép fiú szerepkört, amivel azért megkínálták a pályája elején jócskán. Elég sokszor. Azért imádta például a Mágnás Miskát. Mert abban hülyéskedhetett. Mert hülyéskedhetett. Egyébként is nagyon sokszor van, hogy egy színésznek, egy ilyen típusú színésznek, mint Gábor Miklós is, kialakítják a szerepkörét. De ha megnézed például, hogy a Hamlet mellett, azzal párhuzamosan játssza a Tenner John házasságát, egy lubickol a vígjáték, a Szerbantalnak ugye az exét. Ugye egy JB szó, tehát abban lehet hozzá nagyon közel állt ez a gunyoros humor, amit JB meg hát egy megrögzött anglomán volt, szóval az angol kultúra, az angol irodalom, az nagyon közel állt hozzá. Uh-huh. Na beszéljünk akkor Gábor Juli másik szülőjéről, Rutkai Éváról is, és aztán majd rajta keresztül Pesze Latinai Zoltánról is.
Hát a Rutkai ugye a Víg Színháznak volt a nagy, a, lehet azt mondani, hogy szinte, hogy a színésznője, nem? Kérlek szépen, valamikor a 80-as évek elején Darvas Iván mondta Rutka Évának, hogy hát Éva, most lehet nyugdíjba menni, és akkor ment Darvas Iván is nyugdíjba, ettől még ugyanúgy játszunk minden, és erre azt mondta az Éva, hogy te, én soha nem arról ábrándoztam, hogy a Víg Színház nyugdíjasa leszek, hanem az, hogy a Víg Színház színésznője, és nem ment, föl sem merült benne. Hát ugye ő rögtön ott kezdett 45-ben. Akkor 48-ban átvitték a Nemzetibe, de hát akkor ez olyan, ugye a Víg Színház akkor ilyen vegetált, egy évig egy Somló István, a Benkő Gyula és a Tolnai Klári igazgatta a színházat. De hát ez már egy ilyen pénzügyileg is lehetetlen állapot volt. Utána jött az államosítás a színházaknál, a Víg Színház megszűnt, maradékként azt hiszem a Bányász Színházba olvadt bele, hát és aztán 51-ben, Néphadsereg Színház, az meg már 51-ben. De akkor Éva már vissza is került, hiszen 51-ben ő visszakerült a Víg Színházba, és hát akkor Magyar Néphadsereg Színházában, ugye 960-ban lett Víg Színház, és hát az utolsó pillanatig a Víg Színház tagja volt, és 86-ban halt meg, 86 szeptemberében. Hát ugye még játszotta már halálos betegen az öreg könyv látogatását, sőt úgy tudom, hogy már a Nádas Péter találkozás az még előtte is volt. Előtte, az de már előtte. Akkor is beteg tehát volt. Akkor is beteg volt, csak az még nagyon el akarta. Nagyon el akarta játszani. A Latinovics meg akkora legenda, hogy ugye szoktuk mondani, hogy elfelejtik a fiatalok a színészeket. De Darvas Iván mondta egyébként, hogy egy színész akkor hal meg, amikor az utolsó néző, aki őt színpadon látta, mert nem nagyon szeretett filmezni, és nem hitt abban, hogy az olyan emlékezetes tud lenni, mint egy igazi színház, ahol egy légtérben van színész és néző. Tehát, hogy sokakat, a legnagyobbakat is elfelejtik, a Latinovics valahogy itt maradt. Tehát azt szinte mindenki tudja. Gábor, mert egy színésznek nem a színészi teljesítménye őrzi meg igazán az emlékét, hanem az életútjának a legendája. És azért nagyon nagy színészeket elfelejtenek, mert nem fűződik. Tette-vette, csinálta a dolgát, jól játszott nagy szerepeket. Most azt mondod, hogy Latinovicsra azért emlékszünk azon kívül, hogy nagy színész volt, mert sokat piált és nagy balhéi voltak. Először is annyit nem piált, mint amennyi a legenda, ahogy nem verekedett, mint az is egy legenda. Ez egy csodálatos történet, hogy valakit a Lumumba utcában egy kocsma előtt leütnek, és az terjed el, hogy ő verekedett. Oda ment a kocsma előtt verekedtek a Lumumba utca, ugye Róna utca, a filmgyár környékén egy kocsmában. És úgy kizúdultak a verekedők. És Zoltán a sötét ruhájában, nyakkendőben, fehér ringben oda ment, és azt mondta, na de uraim, és itt kapta azt a pofont, amit eltört az állkapcsa. Ez már úgy terjedt el, hogy a Pipacsban verekedett. A Pipacsban valakivel összeszólalkozott, de a Lumumba utcában leütötték. Effektíve ez az a gyönyörű, hogy ennek megvannak a hivatalos papírjai. Mert ugye a filmgyárban leállt a forgatás, mert a Gyalog a Mennyországban című filmet forgatta, hát úgy mégse lehet, hogy törött állkapocssal a ifjú hős. Két hónapra leállt a forgatás. És volt egy fegyelmi ügye. És ezt mindenki összekapcsolta, hogy fegyelmi ügy. A fegyelmi ügye azért volt, mert késett egy előadásról, egy felvételről. Az is jellemző, mert elment csónak vitorlást vásárolni a Balatonra, és nem volt annyi pénze, hogy vonatjeggyel visszajöjjön. Mert visszaért autóstoppal, már lekéste a forgatást. Viszont a fegyelmi papírjában leírták, hogy a két hónapos késésről ő nem tehet. Tehát annak semmi köze a fegyelmi ügyéhez. Mégis így terjedt el, hogy verekedett, meg ezért a forgatás csúszott. Mint ahogy a halála is rejtélyes, tehát hát ugye, hogy öngyilkos lett, nem lett öngyilkos, szerinted nem lett, ha jól szerintem tudom, te azt a felfogást. De ugye ez a vonat halál, kicsit József Attiláéra is rímel. Miután másnap az újságban megjelent, hogy a vonat elé vetette magát, miközben az ötödik kocsira akart felugrani, és ahogy visszaesett, a fejét megütötte hát az olyan régi típusú vonat, aminek még olyan külső lépcsője van, és a lépcső sarka megütötte a fejét, egy méterre a sintől feküdt oldalt, a töltés oldalán. Mégis az jelent meg másnap, hogy a vonat elé...
Mert hogy ő játszotta ezt, nem? Hogy beviteti magát a városba a vonattal. Nem, ez egy gyerekkori emlék, hogy a Szántódon a vonat... Hát már József Attiláról beszéltem. A vonat úgy kanyarodik, hogy mielőtt beér az állomásra, ott van egy erős kanyar, és ott lassítanak a vonatok. És a Latinovics még gyerekkorában megszokták, hogy Károlyan, féltestvére, hogy fölugranak a lassító vonatra. Igen, nem csak más egy 15 éves rác, ahogy én is fölugrattam a villamosra, ma már nem mernék fölugrani egy mozgó villamosra, és Zoltán aznap jött ki, vagy két nappal előtte jött ki a kórházból, tehát elvétette az ugrást. De kezében volt a vigília, ez kétségtelenül. Most, mert hogy benne jelent meg egy írása, és azt olvasta fel előtte az édesanyjának. Erre legenda. A Bibliával a kezében vetette magát a vonat elé. Másik verzió. Hívő katolikus Bibliával a kezében nem veti magát a vonat elé. Ezt mind megírták a korabeli újságok. Mert a vigília az ugye nagy ilyen katolikus egyházlap. Tehát azért mondom, hogy aztán ebből, igen, ez mind hozzátartozik egy legendához, meg hát azért az, hogy a Szindbádot eltelt x év, és bár... megvan otthon kazettán, persze, de bármikor megnézhetném, de ha véletlenül rákapcsolok, azt veszem észre, hogy ott ülünk a feleségemre, és nézzük a Szindbádot. Igen, ez Huszárik Zoltán remek, remek filmje. És igen, hát arra a jelenetre, amikor eszi a veléscsontot, hát arra mindenki emlékszik szerintem, nem? Na most nézzünk egy ilyen vidám, most beszéltünk a haláláról, de azért egy vidám jelenet, férj-feleség. Együtt Rutkai Éva és Latinovics Zoltán dalra fakadnak. Hol van az anyám? Hol a régi szerelem? Hol van az anyám? Átsuhant a szívemen. Hol van az a tűz? Ami karjaidba hűz, hol van az a láz, hisz a szívünk csupa gyász. Hol van az anyám, hol a régi szerelem, jaj, de messze jár. Hogy... Igen, itt közben már Rutkai Éváról beszélünk, de hogy azért ez két pokoli nagy színész volt, nem? És a Rutkai emlékszobába emléket állítottatok neki, és aztán annak valahogy vége lett. Miért lett annak vége? Miért nem tudott ez megmaradni? Hát azért nem tudott megmaradni. Ugye a nyaralójukban. Igen. Nagyon egyszerű oka volt. Ingünk gatyánk ráment már. Mert hogy az magánmúzeum. Az egy magánmúzeum volt, belépődíj nem volt, viszont dolgozni sem tudtunk, több pénzt keresni is nehéz volt, mert azt fönn kellett tartani, ott kellett lenni, takarítani, stb. És amikor mindenünk tönkrement, akkor úgy döntöttünk, hogy most bezárjuk. Mi van most, Gábor? Ja, nem beszéltünk ugye a borlovagságodról, tehát hogy az... Nem borakadémikus. Nem, lovag nem vagyok. Bocsánat. A lovag több. Igen, jó, nem tudtam ezeket a... Hát akkor még van miért tepernet, nem? Ahhoz, igen, de azok általában a borlovagrendeknél ott, hát ott is vannak tiszteleti tagok, de azért általában azok borászok. Aha. Azok borászok, én pedig csak írok a borról, nagy kül... Ja, megiszom, bocsánat. Állítólag sok. Hát a múltka, amikor egyszer a Klubrádióban éppen kértek, hogy beszélj, akkor pont valami bor. Akkor volt az év bortermelőjének a gála estebédje. Igen, arról jelentkeztél be, és én kicsit aggódtam, hogy nem fog összeakadni a nyelved, és mondtad, hogy te remekül bírod. És tényleg nem akadt össze a nyelved. De tanítványom egyszer visszakérdezik, hogy tényleg a tanár úr megiszik este egy üvegbort? Mondom, igen. Mondom, de a feleségem 45 éve él mellettem, még spiccesnek sem látott. Tehát ugye van a Bencés Rendnek egy... kategóriája az egy hemina bor.
mennyi az egy hemina bor, amit minden szerzetes egy nap megihat. Na most kideríthetetlen, hogy mennyi a hemina, de a regulában pontosan benne van, értelmezve, hogy annyi egy hemina bor, amennyi az embert bölcsebbé, gazdagabbá, szellemileg, lelkileg gazdagabbá teszi. Ergo mindenkinek más a heminája. A feleségem 2 decibor tud meginni, én 7-et. És ugyanott tartunk. És van egy olyan elméletet, hogy a borra nem is lehet azt mondani, hogy az alkohol az tartalma. Ez nem az én elméletem, ezt állítom, és nagyon sokan mondják, a bor az nem alkohol, aki bortól rúg be, az hülye, a bort élvezni kell. A bor az egy kultúra, az egy minőség, a Mózes könyvétől kezdve 5000 éve kultúra a bor, mértékkel, okosan, csak sajnos rengeteg vacak bort isznak az emberek, és ezért nem tudják, hogy csak jó bort szabad inni. Jó bort, keveset, de nagyon jó bort. Én betiltanám ezeket a lőréket. Csak ha én azt mondom, hogy nem tudják megfizetni 2000 forint alatti üveget nem szabad megvenni, de hát... Na és amikor nem iszol, akkor most mi van? Megvan a Gábor Miklós kiállítás, dolgozom most valami könyvem? Folyamatosan írok egy Hírlaplom című könyvet, Hírlaplom. És 1919-től 1989-ig különböző újságokat veszek kézbe, ebben benne van a 19-es Vörös Újságtól kezdve a 45-ös Igazságig, és abszolút mai szemmel próbálom kibogozni, hogy mi az érdekes bennük. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Örülök, hogy itt voltam. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Egy hét múlva, április 9-én, kedden 19:45-től egy kiváló színész házaspár lesz a Bota Café vendége, Murányi Tünde és Kálid Artúr. Az a helyzet, hogy én láttam őket most egy 2 szereplősben a Pince Színházban, és hát jó nagy kedvet kaptam hozzájuk, mert hogy ez egy jó előadás. Beszéltünk itt most a Víg Színházról sokat, ugye mindketten voltak a Víg Színházban, azóta szabadúszók, de hát föltűnnek rengeteg helyen, olykor a TV képernyőjén is, és akkor április 9-én, kedden 19:45-től itt lesznek láthatók a Bota Caféban. A viszontlátásra! A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinthy Színház.